Tisztelt szülők és vendégek, kedves évfolyam és csoporttársaim! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm minden kedves vendégünket évfolyamunk záró ünnepélyén. Ha a 10 legjobb érzés kiváltó szót ki kellene választanunk e 3 évből, az a tanévzáró, az 5-ös vizsgajegy, a sikerült átmentél és a vakáció minden bizonnyal közötte lenne. Különös élmény egyetemi éveinket zárni, hiszen alig aludtunk néhányat 2010 óta, és már itt tolongunk csak nem 100-valahány ifjú közgazdászként, és várjuk, hogy kimondják végre a szép elbocsátó szavakat. Mindhárom évben azért volt a küzdelem, hogy a forró nyári nappal együtt végre rám köszöntsön a szabadság. Persze, mint minden nagy eseményt az életben, ezt is ki kell érdemelni. A szabadságot is csak azok vívhatják ki maguk számára, akik keményen megdolgoztak értem, vagy újraírtunk, nagy szerencséjük volt és utolsó padban ültek. De összességében nézve az évvégi eredményeket elmondhatjuk, hogy ez a nagy többségnek sikerült. Most egy kicsit így megfordulnak, kedves tanáraim! Szeretném megköszönni csoportom nevében önöknek azt a kimagasló oktató és nevelő munkát, ami nélkül ez a 3 év nem lehetett volna ilyen sikeres. Szerintem a tanári, pedagógusi munkát hiba lenne pusztán a jegyekbe, átlagokba keresni, ezért a hallgatók személyiségének formálása, az értékek átadása ugyanolyan fontos, mint a tananyag oktatása. Köszönetünket kell nyilvánítsuk, hogy jobb és gazdaságosabb embert faradtak belőlünk, hogy meg annyiszor hosszabbították a projektek leadási határidejét, hogy néhányszor elutaztak és nékünk sajnálatos módon nem volt megtartva az óránk, hogy már első évben megtanították, hogy nincsen ingyen ebéd, és megtanították, hogy az esti filmeket és szappanoperákat nem informatikórán kell elbeszélni, hanem a Starbucksban. Komolyra fordítva tehát a szót ezúton tehát szeretnék köszönetet mondani remek tanárainknak a sok segítségért, kitüntető bizalmukért, folyamatos figyelmességükért, mivel a célt és irányukat megszabó tanácsaik, állandó biztatásaik és ezernyi segítő, kiegészítő közreműködésük nélkül sem nem juthattunk volna el ideig. Köszönöm! Most erre fordulok. Kedves szülők és hozzátartozók! Minden bizonnyal állítom, hogy ha önök nem lettek volna, nem jutottunk volna idáig. Így módon ezért úgy csoportom, mint az egész évfolyam nevében szeretném megköszönni önöknek segítőkészségüket, tanításaikat és odaadásukat. Köszönjük, hogy oly hűségesen küldték a finomabbnál finomabb ételes csomagokat, melyeket jobban vártuk, mint a karácsony, hogy fájó szívvel meg annyiszor megtették a bank hazautat, ha anyagiakra volt szükségünk és át kellett utalják, hogy megértették és elfogadták azt a kijelentésünk, hogy másokat is elvágtak. Belenyugodtak, hogy a vizsgán koncesszióban így is úgy is sikerülni fog, hogy ahányszor hazamentünk, úgy éreztük magunk, mint a király. Szívünkből értékeljük minden egyes cselekedetük, és köszönjük, hogy elviselték az elviselhetetlent, mindig valamit teremtettek a semmiből, hogy üres zsebekből is képesek voltak adni, és szerettek bennünket, mikor kevés volt bennünk a szeretetre méltó. Köszönjük, hogy a lehetetlent is megoldották egyetlen mosolyukkal. A rossztól mindig óva legyenek, csak is jó érje, és a fennvaló adjon sok egészséget továbbra is. Emlékünk halmozódott fel ezen 3 év alatt. Tucatnyi boldog és boldogtalan pillanat hagyunk mögött, amelyeket emlékeinkben örökre őrizni fogunk. Akik most itt ültök, százféleképpen érintek át a jelen pillanatait. Vannak, akik önfeledten billennek át életük egyik szakaszából a következőbe, vannak, akik az örökké valóságnak érzett tanulsági rabságból repülnek át éppen a korlátok nélküli szabadság világába, és vannak, akik kényszerűen megállnak, körülnéznek és döbbenten fedezik
már egyre több minden múlik, rajtuk csak rajtuk. Örvendek, hogy ilyen szép számban vagyunk összegyűlve. Ilyen képet az évfolyamról utoljára első mikroekonómia órán láttam, de akkor is csak azért, mert megijesztettek, ugye, hogy Molnár Judit tanárnő. Teltek múltak a napok, és halmoztuk az élvezeteket, de semmiképpen nem élveztük a halmazokat, így értünk meg gyönyörű pillanatokat. Hogy? Mikor másodéves hallgatóként újra tanultuk az állatok angol megnevezéseiket, mikor a tanárnő olyan gyorsan írt a táblára, hogyha egyikünk a végéről kezdte volna írni, és a másik az elejéről, még akkor sem írtuk volna le a tábla letörlése előtt. Mikor arra szomorú tényre döbbentünk rá, hogy Molnár Judit tanárnőt annyira szeretik a diákok, hogy a 3 év egyetem befejezte után is 4-5 évig is visszajárnak makro és mikro tanulni.